Mi örülünk neki, hogy végre megnyílik a lehetősége annak, hogy aláírjuk a helyreállítási alappal kapcsolatos megállapodást. Bízunk abban, hogy az Európai Bizottságnak ez a döntése és ez a javaslata megnyitja számunkra az utolsó körös egyeztetések és a tárgyalások lezárásának lehetőségét a kohéziós pénzekkel kapcsolatban is, azaz záros határidőn belül aláírhatjuk a partnerségi megállapodást is, és ha ez megtörténik, akkor tulajdonképpen teljesül az a cél, amit júniusban kitűztünk magunk elé, miszerint az akkor rendelkezésünkre álló 6 hónapos határidő alatt akartuk elérni azt, hogy mind a két nagy területen, ahol akkor még messzinek tűnt az Európai Uniós források rendszerének elérése, egy olyan megállapodás sorozatot érjünk el az Európai Bizottsággal is írjunk alá, amely lehetővé teszi, hogy 2023-tól ténylegesen is megnyíljanak az Európai Uniós források.